Három helyi fiatalember vett részt az idei Kinizsi 100 teljesítménytúrán. A résztvevők Budapestről gyalogoltak el Tatára. 24 órán belül 100 km távolságot tettek meg. Én általános korom óta sportoltam, kezdtem birkózással, utána átmentem a edzőtermi edzésekre, súlyzós edzésekre, és akkor 5-6 évvel ezelőtt kezdtem túrázni. A kondizással már én is kb. 94-ben elkezdtem foglalkozni, de 2010 környékén abba hagytam, és olyan 3-4 év kezdtem el túrázgatni, és tavaly kezdtem el foglalkozni, vagyis nem tavaly, elnézést, az idén a teljesítménytúrával. Sporta először kb. 2 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni, én íjászkodással kezdtem, mellette kipróbáltam az aikidót, amit még máig is csinálok, súzós edzéseket, de mindez körülbelül 2 éve, és Rolanddal egy olyan másfél-két éve kezdtünk el túrázni, és mikor ő szólt, hogy próbáljuk ki magunkat a teljesítménytúrákon, akkor csatlakoztam én is. Én magam is először csak úgymond túrázgattam, és akkor miután mentek viszonylag hosszabb távok is, akkor kezdtem el a teljesítménytúrába. 5 évvel ezelőtt teljesítettem először a Mátrahely teljesítménytúrát, ami 42 kilométeres volt, és még abban az évben megcsináltam a Mátrabércet, ami 56 kilométeres volt, és 3000 méter szintkülönbséget jelentett. És tehát ahogy évről évre egyre többször teljesítettem a túrákat, úgy változott ennek a technikája is. Először csak gyaloglásból állt, utána áttértem arra, hogy próbáltam minél többet megfutni belőle, és most már úgy szoktam teljesíteni a túrákat, hogy a lejtőket megfutom, egyeneseket is megfutom, és a emelkedőket pedig gyaloglom. És hát ugyanezt a stratégiát követtem a mostani Kinizsi 100-ason is. Ott nem tudtam mihez viszonyítani, de még eddig nem teljesítettem, és azt választottam, hogy púlzusmérős órával szoktam menni, és akkor próbáltam a púlzust 130-150 között tartani, és a lejtőket megfutni, legalábbis még világosban, és a emelkedőket pedig jó tempóban teljesíteni. Tavasszal volt a Mátrahegy, a legelső, az egy 30 km-es túra volt, és szintidőn belül természetesen sikerült teljesíteni, utána jött a Hanákkolos, az egy 35 km-es, Bujákig kellett a Cserhárdba, hát több ilyen teljesítménytúrán voltam már március óta, eddig ez volt a leghosszabb. Nekem az első túrám a Hanákkolos teljesítménytúra volt, és hát utána azt mondom, hogy egy fogadásból, vagy ilyen kivagyiságból vállaltuk Rolanddal, hogy akkor próbálkozzunk a Kinizsi 100-assal, nekem ez volt a második teljesítménytúrám, nem volt egyszerű. Több évvel ezelőtt gondolkodtam, hogy meg kellene csinálni ezt a túrát, mivel szintkülönbsége 3000 méter, tehát ugyanannyi, mint egy Mátrabércnek, de azt mondták, hogy nem is sokkal nehezebb. Hát most ezt cáfolom, mert a 100 km az nagyon sok, és ami 60 km után van, az már nem volt kellemes. És akkor hát, mivel ezt tudtam, ezért nem is vállaltam eddig. De most, mivel akadtak társak, egyrészt ez volt, ami motivált, másrészt pedig szerettem volna, hogyha magamban úgymond emléket állítok Erős Zsoltnak, akik előtte haltak meg a Kancsenzöngben, és hát ez volt, ami motivált. Én csak úgy voltam, hogy ha már elterveztük, akkor csináljuk meg. Illetve egy nagyon kedves barátom, amikor ezt megtudta, akkor ő már ezt úgy adta tovább, hogy mi ezt megcsináltuk, úgyhogy emiatt kénytelenek voltunk megcsinálni, hogy nehogy azt mondják, hogy tulajdonképpen sose csináltuk meg. A természet, hangok, illatok, szeretek kint lenni.
Maga a túra táv az 100 km, erre 24 óra áll rendelkezésre, és mondom 3000 méter a szintkülönbség. Tehát ez a 3000 km 100 km-re elosztva nem sok, de együtt nagyon sok. És az, hogy a menetnek a jelentős része éjszakára esik. Tehát amit el kell mondani erről a túráról, hogy nagyon jó volt az idő, ideális volt az idő, ideális volt a hőmérséklet, 20 Celsius fok körül. A talaj is ideális volt, tehát akkor eső nem esett, előtte megelőzően viszont igen, tehát nem volt por, mert ezen a túrán a por is egyik legnagyobb akadály lehet. És így úgy azt mondom, hogy viszonylag könnyen lehetett teljesíteni. Próbáltam nem megállni. Azt hiszem, hogy igazán hosszan leülni nem jó, vagy nem lehet. 50 kilométerig viszonylag jól ment, és engem az éjszaka 80 kilométer környékén ért. És onnantól kezdve az ember tempója visszaesik, és én is 82 kilométeren elkövettem azt, hogy megígértem magamnak, hogy ha odaérek, akkor leülök, leültem, és akkor innentől kezdve vesztettem tempót. Talán egy órával jobb időt szerettem volna menni, de ennek a tempóvesztésnek köszönhető, ennek az elmerevedésnek, hogy talán egy 40 perccel kívül futottam annak, amit megterveztem, így 18 óra 41 perc alatt sikerült teljesíteni. Kicsit féltve ugrottam neki én is, de én úgy mentem oda, hogy mindenféleképpen végigcsinálom, tehát csak úgy jövök el onnan, hogy oklevéle is kitűzővel. Hát sikerült is 21 óra 50 perc alatt beérnem. A végén még tudtam kocogni, de sajnos az utolsó 6-7 kilométer aszfaltos volt, az már azért nagyon megviselte a talpat, a lábat. Hát az elején különösebben nem volt úgy gond, tehát a napközben jól ment, este, az éjszaka, az nálam nincs, tehát én a fáradtságot nem érzem, sokat jártam ki vadászni is, tehát éjszaka szeretek kint lenni, sőt, még inkább dobott is egy pluszot az éjszaka, tehát hamar el is ment nekem, tehát hajnalban, hogy kocogtam el a többiek mellett, már akkor csend volt, nem beszélt senki, csak a talpak dubogását lehetett hallani, meg a botok csattogását, de csend volt. Így utólag azt mondom, hogy így most már nevetek rajta, akkor annyira nem nevettem. Én is úgy voltam, hogy az első fele az könnyen ment, tudom, hogy az első 50 km, de mivel nekem ez volt a második teljesítménytúra, ami az összes olyan hibát elkövettem, amit így tapasztalt túrázók valószínűleg nem követnek el. Hát én rosszul választottam a túracipőmet, tehát nem vettem egy számmal nagyobbat, ezért elkezdte törni a lábamat. Kipróbáltam a túra előtt ezt ha két zoknit veszünk fel, akkor nem töri fel a lábunkat. Én azelőtt folyamatosan egy zoknit próbáltam, én úgy túrázom. Hát nekem feltörte, úgyhogy hát egy idő után nem volt olyan kellemes ez a menés, de hát ugyanúgy voltam vele, mint Roland, hogy úgy készültünk, hogy bármi történik, minket ezt meg kell csinálni. És hát igazából ez is motivált, hogy végig a 100 kilométeren nem szakadt szét a csapat. Tehát, hogy persze voltak olyan 100 méterek, amikor így kicsit elszakadtunk egymástól, de végig együtt haladtunk, és az azért hát nagyon sokat dobott rajta, hogy így a csapat, azt mondom, 70-80%-a együtt teljesítette ezt a távot, tudtam, hogy nem fognak ott hagyni, meg nem is akartam, hogy ott hagyjanak igazából, és ez azért is sokat dobott rajta, hogy így végig csináljuk. Éjszaka nem volt könnyű, én bevallom, hogy a végén az így nekem nagyon kellemetlen volt, ugyanis a táv végén, amikor először beérkezünk egy településre, az még nem Tata, én ezt nem tudtam. Úgyhogy amikor azt szóltak, hogy még 5 kilométer van hátra, akkor én azt megviseltem, bevallom.